Sziasztok! Mindenkit üdvözlök újra. Nagyon gondolkoztam, hogy miről is beszélek nektek. És az utóbbi pár napban úgy döntöttem, ugye, hogy csinálok egy ilyen kis videoblogozást. És tegnap volt elgondolkodnom, volt annyi időm. Egyik haveromnak apukájánál voltunk Pesten, és volt időm elindulni pár olyan úton, meg elgondolkodni több dolgon is. És ma ugye elmentünk ugyanebből a barátommal, annyit jobban mondva, na mindegy, ez most lényegtelen. Elmentünk ugye iszogatni, enni, meg minden, szóval napi dolgok, és egyszerűen csak találtunk egy témát, amit én szeretnék nektek így elmondani. A mai témánk a szegénység és a külső-belső. Tehát, hol is kezdjem? Példával szeretnék kezdeni, akit de tényleg nagyon, de nagyon tisztelek. Nem szeretnék személyeskedni más emberről, de most megteszem, az egyszer is elnézést szeretnék kérni tőle. Ő nem más, mint Nasz Dániel lenne. Dani. Dani nem iPhone-nal jár. Nem márkás cuccokba jár, szerintem. Bármilyen, nem tudom, de én amúgy láttam volna, még így személyesen is. Meg szinte egy napi szinten, szóval nem úgy láttam volna, most ez lényegtelen. És nem, de úgy viselkedik, hogy most hű, de gazdag, meg minden, mint a mai fiatalok. A mai fiatalok olyanok szinte, hogy mint a himlingok. Tiszteletet kivételnek, tisztelet tényleg a kivételnek, mert azért van egy-kettő kivétel, de egyszerűen a himlingyókat, azokat úgy értem, hogy rázzák a feneküket, mintha lányok lennének, mintha kurvák lennének, vagy én nem is tudom. És azt hiszik, hogyha iPhone beállnak a tükör elé, így, fiúk, így. Csücsörítenek, mint a kacsa. Megmondom őszintén, én is csináltam, és tehát csináltam régen ugye képet. De nem pucsítottam be, csak az, hogy tényleg csak így csücsörítem, a magyarul az, hogy puszit dobok. Ez így, hogyha még ilyen lenne, még akkor még azt mondom tényleg, hogy hébe hóba, hogy jó van, meg minden. De könyörgöm azt, hogy egy fiú bepucsít. Meg úgy minden. Hát, a kép az magáért beszél. Na most, az a helyzet ebben, hogy sok fiú, akik ilyenek, iPhone-nal, ezt is nem azért mutogatom, hogy most menézzek vele, vagy valami, csak így példaképpen, hogy azt hiszik, akik van iPhone-juk, vagy bármi, akkor márkás, vagy bármi, ők akkor menőbbek. Hát barátaim, ettől nem lesz tiktik menőbbek. Nem a külső építi fel az imidzseteket, a személyiségeteket, hanem a belső, mint mondjuk Nasz Dániel. Most megint vele jövök. Nasz Dániel. Nasz Dánielt a belső építi fel. A belső kisugárzása miatt szép. Dani nem a külsejével hódít, a belsejével, mert ha egy embernek a lelke tiszta és boldog, akkor ő szép. És ő így tud hódítani. Nem az, hogy gyere már, bazd meg, van 20 000 forint, már megyünk csajozni. Nem így. Meg az, hogy bepozol. Így.
nem, ez tényleg ez nem így megy. Tényleg én is sokat változom, meg én is tényleg sok hülyeséget csinálok, meg mindent tényleg aláírom, én sok mindent írok, amit nem kellene, meg mindent tényleg, de én tényleg, én soha nem nézem le a másikat. Én megmondom őszintén, azt javaslom, hogy akinek van pénze, de azt is félvágjon vele. Mert van olyan haverja, akinek nincsen pénze, vagy nem állnak úgy jól, akkor inkább ő segítse. Vigyel bárhova, csak azt, hogy ő is élvezhesse, mint mondjuk te, aki ott ülsz gazdag vagy, öcsém, szórod a pénzt, vidd el a haverodat, és legalább érezzétek legalább jól magatokat, vagy barátnődet, vagy bármi. Egyszerűen segíteni kell a másikon. És a másik azt se ítélem el, hogyha valaki más, másság szerint, hogyha meleg. Mert hogyha meleg, jó, legyen meleg. De legalább ne nyilvánosan mutassa ki, mint interneten. Semmi baj vele, mert nem ítélem el. Nekem is van egy-kettő olyan ismerősöm, aki meleg, még ha nem is akarja bevallani magáról, de az, nem akarok konkrétan nevet mondani, de van. És ennyi. Mert ha mi nem segítünk az embereken, akkor mi várjuk el, hogy a Jóisten megsegítsen? Hogy is van ez? Szerintem, hogyha te segítesz másikon, az egy jó pont, egy jó dolog az életedben, amit vissza fogsz kapni duplájával, szerintem. De ez mindenkinek más a lelke, más a meg minden. Most engemet is hiába hordanak el bárminek, meg minden. Tudom jól, hogy irigyek. Tudom jól, hogy irigyek azért, mert ők nem raktak le az asztalra valamit. Tudnák is nagyon, de nagyon, de nagyon sok példát mondani, de nem rakok le. Sokan azt mondja, ó, hát ez csira, meg minden, meg hát, szóval értitek. Most erre kiukadok. Nem tudom, legutóbb valaki írta Ask FM-en, hogy ha van pénzem, ha úgy annyira állítom, miért nem öltözök úgy? Nos, szintiszta választ adok. Élő példa a telefon. Az iPhone. Az van már, lenőzök vele. Jó. Most vennék olyan ruhákat, tényleg amilyen márkás cuccok okoznak, hogy lenőzök vele. Beképzelt vagyok. És akkor, abban mit értem el? Szerintem semmit. Attól nem leszek attól én sokkal menőbb, vagy bármi. És nem a Facebookon a like számít. Nem a like-ból fogsz megélni. Nem a csajokból, hogy hány basztál meg, hány szopadtál meg. Hanem abból, hogy milyen leszel. Milyenre neveled meg a gyerekedet? Ennyi. Én tényleg nagyon szépen köszönöm, aki megnézi ezt a 8 perc, ha 41 másodperces videót. Tényleg köszönöm szépen. Peace mindenkinek. És hogy jön majd a következő. Sziasztok, jó éjszakát!